az emberek félnek attól alapvetően, amit nem ismernek. Én is félek például a sötétben. Hogyha megismernek minket, megismerik a küzdelmeinket, megismerik az életünket, a fogyatékosságokat, és azt, hogy hogyan kell ezzel bánni, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, akkor én hiszem azt, hogy ezáltal közelebb tudunk egymáshoz kerülni, és nem beszélünk majd két világról, hanem egyről, hiszen ugyanabban élünk, és ugyanazok a nehézségeink vannak, talán nekünk néha egy kicsit mások. Mentünk versenyre, Lengyelországból Bigyózba. Átszállással kellett menni a repülőn, egyedül voltam vezető vagy edző, és volt egy csapat, és a kerekesszékeseket nem vitték át egyik repülőről a másikra, és azt mondták, hogy vagy az egész csapat lemarad, vagy csak a kerekesszékesek. De a kerekesszékeseket nem tudtam egyedül hagyni, így Luca volt az, aki a csapatot elvitte Bydgoszcig, elment a technikai értekezletre, és másnap, mire mi megérkeztünk, addig minden teljesen lerendezett. Elsőtől negyedik osztályos gyerekekhez mentem az egyik budai általános iskolába, és vihettem nekik aranyérmet, vihettem nekik szögescipőt, rajtszámot, zászlót, mindenféle videót, már azt is kérték, hogy játsszam le egymás után ötször, hát már én fogtam a fejemet, hogy jó, nyilván én ezerszer láttam, de hogy nekik óriási élmény volt. De azt nem tudtam überelni, hogy egy kis fiú kitalálta, hogy ő megpróbálja kinyitni a kezemet, és ha sikerül neki, akkor kap egy csokit. Mondtam, hogy rendben legyen, hogyha sikerül, amúgy is egy kicsit azért, amikor leadok, görcsösebb szokott lenni a kezem, de odaadtam neki, mondom, tessék, próbáld meg. Megpróbálta, nem sikerült, felnéztem, azt láttam, hogy a gyerekek így sorban állnak előttem, és nem viccelek, aki megpróbálta, futott vissza a sor végére, hogy újra próbálhassa. És tényleg ott volt minden kipakolva az asztalra, nekik csak a kezem kellett. Amikor elsősök lettünk, a Gotthard iskolába jártam itt Szombathelyen, és ott nagyon sok ilyen szakkörszerű sportot ki lehetett próbálni, amit csináltak az iskolában, például focit. Úgy emlékeztek rám, hogy ez a magas lány, aki olyan gyorsan fut, akit félni kellett mindig. Teniszedzés után mentem vissza az iskolába, ahol ilyen foci szakkörünk volt, és teremben játszottunk. Igazából hátvéd poszton voltam, úgyhogy nem is értettük később, hogy mitől lehettem rosszul, és nagyon elkezdett fájni a fejem. Nem voltam olyan nyávogós lány, úgyhogy tényleg úgy voltam vele, hogy még kibírom egy kicsit, de egy idő után tényleg annyira rossz lett, és nagyon-nagyon fájt a fejem, hogy mondtam az edzőnek, hogy kicsit kimegyek és leülök. Viszont egy idő után azt éreztem, hogy már nem jó ülni, akkor hoztak nekem egy matracot, oda le tudtam feküdni. Vége lett az edzésnek, én meg még mindig ott feküdtem. És még mindig azt éreztem, hogy tényleg széthasod a fejem, és nem voltam olyan jól. Egyre többen gyűltek körém, így hajoltak fölém be, én már tényleg akkor csak így a hátamon feküdtem. És kérdezgettek olyanokat, hogy hívják édesanyámat, milyen iskolába járok, milyen sportot űzök, tényleg olyan kérdésekre, amire bárki tud válaszolni. Ők már valószínűleg érezték, hogy nem vagyok teljesen jól. És onnantól kezdve egy kicsit kezdett így zavarossá válni. Még emlékszem arra, hogy feltették ezeket a kérdéseket. Anyukámnak a falfehér arcára, hogy fölém hajol, arra, hogy zörög alattam a hordágy, meg a mentőkocsi belsejére. Emlékszem, hogy mondták nekem, hogy hát a Lucával történt valami, és mentőbe vitte a kórházba. Akkor utána én is kimentem az iskola elé, és már csak azt láttam, hogy a mentő autó kanyarodik ki, szirénázva viszi el a Lucát, és azt hiszem, talán anya is akkor ott volt, és ő pedig ment utánok kocsival. És nekem ezután a következő emlékképem az, hogy másnap reggel én felkelek, és nem tudok kiszállni az ágyból, mert a bal oldalam az lebénult, de utólag kiderült, hogy itt eltelt 4 nap,
amíg engem bent tartottak megfigyelésre, mert ugye rosszul lettem, elájultam. Ez alatt a 4 nap alatt fokozatosan bénultam le. Először még első nap kimentem játszani a gyerekekkel, tényleg csak biztonságból tartottak benn. Második nap már a folyosón egy kicsit ilyen óvatosan közlekedtem, a harmadik nap észrevették, hogy a korlátnál megyek és húzom a lábamat, és a negyedik nap reggele, ugye, amire én emlékszem, hogy úgy keltem fel, hogy kaptam egy sztrókot, és lebénult a bal oldalam. Azt tudtam, hogy valami nincsen rendben velem, és hogy csinálni kell bizonyos dolgokat, fizioterápia, gyógytornál. Igazából a felépülése során se tekintettünk rá úgy, mintha neki bármi baja lett volna a családban, szerintem. Nyilván járta ezekre a gyógytornákra, volt a kezére ilyen műanyag, ilyen kis merevítője, hogy nyújtva tudja tartani az ujjait. Amit nagyon-nagyon utáltam, az a finom motorikus gyógytorna volt. Az abból állt, hogy mindig úgy kezdtük a gyógytornát, hogy megkaptam mondjuk egy 10 darab legót, és ezt mindig máshogy kellett összeraknom. És azokat a pici dolgokat mindig mondta, hogy melyik ujjammal fogjam össze, és rakjam oda, és építsek abban, amit szívből utáltam. Nagyon utáltam. És mindig csak próbáltam kitalálni, hogy hogyan legyünk ezen túl, hogy valahogy hagyd neki ezt megcsinálni. Volt, hogy gyorsan jobb kézzel odaraktam alá a kis darabokat. Tényleg nem szoktam csalni a dolgokba, de ezt nagyon nem szerettem. Olyan szerettem volna lenni, mint a többi gyerek, iskolába menni és sportolni, de azt gondolom, hogy ezek a dolgok, valamint az, hogy a családom végig ott volt mellettem, nem volt olyan reggel és olyan este, hogy valaki ne ült volna ott a kórházi ágyam mellett. Ezek segítettek abba, hogy én ilyen hamar, úgymond, fel tudtam épülni. Arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy ő ezen amink tényleg keresztül ment, és ezután szó szerint hogyan állt újra lábra. A mai napig szeretek írni, viszont talán már nem írok annyit, amennyit régen szoktam. Ami biztos, hogy minden nap megvan, az az edzésnaplom. Oda sokszor leírom, akár egy verseny után, akár egy edzés után, hogy milyen plusz gondolataim voltak, mit éreztem másnak, vagy éppen mi érzem azt, hogy változtatni kell, és ezt így visszaolvasva is sok hasznos dolgot tudok így ebből kiszúrni. De amikor fiatalabb voltam a bénulásom előtt, elkezdtem egy könyvet is írni az egyik barátnőmmel. Ennek a könyvnek az első része úgy, ahogy elkészült, de ahogy nekiálltunk a másodiknak, ott már a téma nem tetszett időközben, és mivel ez egy vámpíros sztori volt, ahogy nőttem fel, úgy veszített a saját értékéből, és azért nem folytattuk, de például amikor a kórházban voltam, a kézirat változatát édesapám gépelte be a laptopjába. Kardán-tengely, jelentsen ez akármit is. Abstrakt. Hebehúrgya. Bocsi, közben már gondolkozom, csak nehéz megjegyezni ezeket a szavakat. Köszönöm szépen. És tivornya. Ezek között még párhuzamat is tudok talán vonni. Tudom, az ember néha viselkedik olyan hebehúrgyán, de ki nevetne meg a barátaival egy tivornyát? Ha majd egyszer kiakad a kardántengelyed, ígérem, akkor is itt leszek neked. Tudod, az ember néha olyan, mint egy abstrakt, elhagyja a vonalat, és azon túl lesz önmaga. Ha majd egyszer kiakad a kardántengelyem, megígéred, hogy te is itt leszel nekem? Nagyon szeretnék majd megírni egy könyvet. Gondolkozom azon, hogy a saját pályafutásom mélységeit és magasságait tényleg minden szépségével és nehézségével együtt megírom, de azt gondolom, hogy ehhez azért még szeretném majd a következő éveket is hozzávenni, úgyhogy ez inkább egy
egy távlati projekt lenne. A másik rész pedig egy olyan regény lenne, vagy egy olyat szeretnék és írnék meg szívesen, amit olyan ember is elolvas, akinek mondjuk a sport nem jelent sokat, úgyhogy ez inkább egy fogyatékkal élő embernek lenne a története. Győrben születtem, és onnan nem emlékszem túl sok mindenre, ugyanis 3 hónapos voltam, amikor Sopronba költöztünk, viszont onnan szerintem a mai napig tudnám az akkori óvodánkba vezető utat, és sokszor, amikor Sopronba járok, akkor bemegyek abba a lépcsőházba, ahol akkor laktunk a családdal, és azt tényleg ugyanígy a mai napig megismerném. Ilyen kis emléképeim vannak például, amikor a költözéskor a testvéreimmel ülünk a dobozokba, vagy amikor a Bende el akart lopni egy sajtot a konyhából, és én fedeztem. A zombival még olyan van, hogy nagyon pici, és a szobánkban lévő felcsavarozott hintában lököm. Én hálát adok Istennek, hogy 3 öcsém született. Én nagyon örülök, hogy fiú testvéreim vannak, szerintem nagyon jó kapcsolatunk van. Mindig ilyen Star Wars-osat játszottunk az erdőben, hogy így mondjam. Mindig a Luca volt a mester, mi ketten pedig a padawanok, és akkor ő adta ki nekünk a feladatokat, hogy miket kell végrehajtani. És nekem ez így egy emlék. Most, hogyha elmegyünk kirándulni mondjuk az öcsénkkel, aki még csak 10 éves, akkor próbáljuk az ilyen játékokból is belevonni. Amikor Szombathelyre költöztünk, akkor jött az életembe a cserkészet, akkor ismertem meg, hogy mi ez. Bekerültem a Katica Őrsbe, 8-an voltunk alapító tagok, amikor megalakultunk egy őrsvezetővel, és igazából nekik köszönhetem szerintem a másik részét, így a neveltetésemnek, a további táborokat, akár itthon, akár nemzetközileg, ugye ezek közép-európai jamborik, amikkel részt vettem velük minden évben, az nagyon sokat fejlesztett szerintem ilyen téren is, vagy akár nyelvtudást tekintve. Mindkét szülőmhöz nagyon közel állok, anyukámmal tudok mindent megbeszélni, viszont amikor a sportról van szó, akkor talán édesapám az, aki jobban megért, ugyanis az atlétika az egy nagyon szoros kötelék köztünk. Ami egyből eszembe jut, és talán nem teljesen érték, az a szeretet, amiben felnőttünk, és ami így mindig körülvesz minket, és nem csak mint kis családot, hanem mint nagy családot is, ez szerintem egy olyan burkot képzett körénk, amit semmi nem tudott sokáig így átszakítani. Ami még eszembe jut, az a szorgalom és a kitartás, ez így nagyon együtt jár, mert ebbe óriási példaképek voltak előttünk ők is, és a nagyszüleim is, és szerintem a becsületesség, ami még ugyanúgy jellemzi az ő életüket, és amit így tényleg minden nap lehet látni. Az atlétika volt az, ahova édesapám vitt el, mert kérdezte, hogy nincs egyetlen eljönni vele egy edzésre, mert ő atlétizált, és az akkori edzőm, Halmosi Rozi néni mondta, hogy de jó, hogy megint látunk, és egy nagyon jó termi edzésünk volt még a régi haladás sportcsarnokban. Erre az edzésre a mai napig emlékszem, hogy tényleg ott jól éreztem magam, futottunk, ugrottunk, zsámmal szögdeltünk, és hogy a fogyatékosságom, meg a kezem semmiben nem akadályozott. Ez volt az a pillanat szerintem, amikor azt mondtam, hogy én ezt szeretném csinálni. Amikor itt a Sugár úton edzettünk, volt olyan edzésünk, hogy a volt edzőm Gyuri bácsi betett egy asszalt a távolugró gödör közepére, hogy azt kell a lábfejünkkel megérintve átugranunk, úgyhogy nyilván az asztalt nem törjük össze, mert aki összetörte az asztalt, annak meg kellett csinálnia. Az első pár sorozatnál teljesen meg voltunk ijedve, hogy biztos, hogy rá fogunk esni az asztalra, vagy össze fogjuk törni, és amúgy tényleg nagyon pontosan kellett végrehajtani az ugrást, úgyhogy meg tud érinteni az asztalt tetejét, de utána még a másik lábadat magad összezárva be tud fejezni az ugrást, úgyhogy nem dőlsz vissza az asztalra. Volt olyan, aki hazavitte az asztalt. Én szerencsére nem tartoztam közéjük, de ez biztos egy olyan edzés momentum volt, amire mindig emlékezni fogok. Emlékszem, hogy volt egy nehezebb időszak, amikor először ugrottam versenyen 5,5 métert, ilyen 15 éves, 14-15 éves lehettem, és utána nagyon nehezen tudtam elérni ezt az eredményt. Volt bennem egy gát, ugye akkor nem tudtam, de hogy ez pont azoknak a felnőtt
akkori változásoknak volt köszönhető, amikor elértem egy platóra, és ez az eredmény nem mozdult. Hogy akkor ott elgondolkoztam azon, hogy abba hagyom. Az atlétika világbajnokság, ami nyáron lement, megnéztük a tévébe, és kapcsolgattunk anyukámmal a csatornák között, mi legyen a következő, és egyszer csak azt látjuk, hogy atlétika megy a tévében. És nem értettük, hogy mi történik, hiszen ugye a VB-nek már vége van. És kiderült, ez a paraatlétika világbajnokság, ráadásul magyarok is versenyeztek, a két biacsi lány, és lehet, hogy esetleg nekem is lehetne itt lehetőségem versenyezni. Tényleg ránéztem anyára, és annyit kérdeztem, hogy akár én is futhatnék itt. És ennyiből kezdődött el az egész. Eléggé szorgalmas, és inkább a pedáns diákok közé tartoztam, bár volt egy olyan alkalom, amikor az igazgatóhoz kerültem, mert fejjel lefelé kilógtam a másodikról, mert az jó érzés volt, és ezt ki kellett próbálni. És rajtam kívül, aki ezt megcsinálta, ő igazgatói figyelmeztetésben részesült, de én nem kaptam, mert én jó tanuló és jó sportoló voltam, úgyhogy csak azt mondták, hogy ilyet máskor ne csináljak, mert nagyon megijesztettem őket, hogy én nem szoktam ilyet csinálni. Én mindig határozottan tudtam, hogy mi szeretnék lenni, csak ez folyton változott. Úgyhogy én még a 8. felvételi kar biológiával felvételiztem, abból a célból, hogy én állatorvos leszek. Hál' Istennek nem abba az osztályba vettek fel, hanem egy általános osztályba, úgyhogy így nem a BIOS tanultam utána 4 évig emelt szinten, hanem tényleg még volt plusz 2 évem, mire fakultációt kellett választanom, és ez nagyon jól jött. Akkor irodalmat és történelmet vettem fel, mert ezeket nagyon szerettem, és jogásznak készültem. Viszont mindig is a mozgás volt, és a sport volt az, amit igazán szerettem, és amiben igazán azt éreztem, hogy ki tudok teljesedni, és inkább egy olyan pályát választok, ahol azt csinálhatom minden nap, amit szeretek. Igazából a sport és rekreációs szervezés volt az alapszakom, és azért ezt választottam, mert úgy gondoltam, hogy ezzel körülbelül bárhová tovább tudok menni utána mesterképzésen, ami érdekel. Végül az edzősködés lett a befutó, vagyis az edzői szag. Vagy egy ilyen tárgyam, hogy van 0 forintotok, csináljatok egy rendezvényt, és hozzátok ide az egyetemre. És abban a fél évben ez volt abból a tervből a feladatunk. És akkor kerestünk szponzorokat, meghívtunk különböző egyetemeket, és egy egyetemi kidobó kupát szerveztünk, ami amúgy eszméletlenül jól sikerült szerintem. És az volt a vége, hogy ezt kérdezték, miután mindenki kapott tök jó kis ajándékot, ebédet, pólót, mindent, mert ezeket mind meg tudtuk szervezni, hogy lesz a jövőre is. A következő fél évben én be fogok újra iratkozni a TF-re egy szakirányú továbbképzésre, ami inkluzív sportoktatói, és külön a fogyatékos sporttal, a parasporttal foglalkozik, úgyhogy igyekszem még ezen a téren addig továbbképezni magam, amennyire itt Magyarországon a lehetőségek engedik. Nem tudom, hogy Los Angelesben mi lesz, de abban biztos vagyok, hogy Párizsban neki még sikeresebbnek kell lennie, mint Tokióban volt. Laci most Párizst mondta, én remélem, hogy esetleg még több is lehet majd belőle. Az atlétikában T és F besorolással versenyeznek a versenyzők. Az én T38-as kategóriám, a T betűje a trackből jön, az F pedig ugye a field, a track a futó és az ugrószámok, míg az F a field pedig a dobószámokat jelöli. A 38-as kategória pedig a központi idegrendszeri sérültséggel rendelkező versenyzőket jelenti. Ők lehetnek akár egy ataxiával, egy izomgyengeséggel, izomsorvadással, izomremegéssel, vagy mondjuk egy CP után, ez ugye a cerebral palsziból jön, egy ilyen központi idegrendszerű betegséggel, akár egy stroke-ból való maradványtünetekkel rendelkezők. Igazából próbálják a hasonló sérültséggel rendelkezőket egy kategóriába rakni. Az állapotom az körülbelül ilyen stagnáló szinten van, úgyhogy nagyjából az, ami a bénulásom után 1-2 évvel kialakult, azon a szinten maradt, viszont foglalkozom kell vele gyakran, hogy
ez az állapot így is maradjon, mert ha nem foglalkoznék vele, akkor elsorvadnának az izmok és az ina, és rosszabb lenne az állapotom, úgyhogy rendszeresen járok gyógytornára, valamint most már én is sokat tornáztatom a kezemet, például mondjuk elalvás előtt mindig ki kell masszíroznom, különben van, hogy görcsös állapotban van, vagy tényleg érzem, hogy feszülés, akkor nem is mindig tudok aludni. Az első versenyem és így a klasszifikációm is Olaszországban volt, ahol a végén azért odaadták azt a lapot, amin rajta volt, hogy akkor T38-as kategória, megkaptam a pecsétet, meg mindent. Viszont egy helyen az X az rossz helyre került, ugyanis náluk a Luka az egy nagyon szép férfi név, úgyhogy engem is férfiként szerettek volna bekategorizálni. Valószínűleg aki írta a papírt, ő nem látott engem élőbe, úgyhogy automatikusan ez így sikerült. És azóta, vagyis hát nem azóta, igazából nagyon kevés versenyen sikerül jól kimondani a nevemet, úgyhogy a speakerek szerint én Luka lettem. Óriási földetpályás egyéni csúcsot ugrottam, ami centire pontosan annyi lett, mint a szabadtéri egyéném, úgyhogy lehet, hogy mégsem olyan rossz, hogy jöttetek. Konkrét rituáleim nincsen, egyetlen egy ilyen babornaszerű dolog van. A szövetségi kapitányunk, a Rossz Zsuzsi, szokta mindig befonni verseny előtt a hajamat. Két kis fonatom van fönt és egy szobban van. Így szokott lenni ugrásnál. És hát az a kedvenc számom, úgyhogy ott kell a legjobban kinézni. Csak volt nekem is két lányom, és nekik is fonogattam a hajukat, és Utca meg nagyon szereti a befonott hajat, és akkor mindig eltervezi, hogy hogy csináljuk meg, melyik versenyszámra milyen haja legyen. Ugye hosszú volt a haja, de most már ezt is fogom tudni fonni, úgyhogy már rendben van. Távolt nem ugrok nadrágban, mert elszakadnak rajtam, úgyhogy nem, sajnos nem bírják azt az igénybevételt, úgyhogy maradt a bugyi. Egy külföldi lány van ilyen, akivel tényleg, hogyha ott vagyunk a pályán, akkor riválisok vagyunk, de ahogy leérünk a pályáról, egyből elkezdünk beszélgetni, Sophie Hahn. Vele szerintem nagyon jó kapcsolatom alakult ki. Tehát van egy ausztrál lány is, akivel nagyon jóba lettünk, és rájuk például mindig számíthatok így versenyek után, versenyek előtt. Például most a paralimpián, amikor lett egy plusz induló fekete bárányunk, akiről senki nem tudta, hogy került bele a kategóriánkba, akkor hát így közösen a verseny után összeültünk, hogy hát nem ez volt a felosztás, és akkor az egyik brit, meg az ausztrál lány mondta, hogy hát úgy volt, hogy Sophie lesz az első, te leszel a második, én meg a harmadik. De hát közben jött ő, meg ő valamiért idei legjobbat futott, és hát most hol vannak az érmeink? Nem szabad ezt a mondatot emlegetni, mert rögtön elsírom magam. Meg benne is mély nyomot hagyott, mert hogy megvalósítottuk. Tehát akkor még ez nem volt olyan súlya ennek a dolognak, akkor, amikor ezt mondtam neki, hanem ahogy telt az idő, ennek akkora súlya lett, hogy itt van és paralimpiai bajnok. Nagyon azt éreztem, hogy felkészültem, és szerettem volna megmutatni, hogy mit tudok. Úgyhogy igazából egész nap le se lehetett lőni, körülbelül tűkön ültem, hogy elérjünk oda, hogy a döntő jöjjön. Az előtte lévő este volt egy fontos momentum, amikor felírtam a cipőmre a neveket, a családom és a barátom nevét, minden ugráshoz párosítva valakit, akire majd gondolhatok, aki tud, ott tud lenni velem lélekbe, és tud adni egy plusz motivációt. Az első ugrás az édesanyámé volt, ez azért, mert az első ugrás az általában biztonsági ugrás, és azért az ő neve került emellé, mert ilyenkor, hogyha van egy jó ugrás, egy nagy ugrás, ami érvényes, vagy akár csak egy érvényes ugrás, ez őt megnyugtatja, és ezért az övé az első. A második volt a barátomé Levié, a harmadik ugrás a három testvéremé, Bendé, Zsombié és Boté, a negyedik ugrás az anyai, az ötödik meg az apai nagyszülőké, és a legutolsó ugrás édesapámé, aki szintén atléta volt, távolt és hármas kisugrott, valamint tízpróbázott, és ez pedig azért, mert tudjuk, hogy az igazán jó ugrók, azok hatodikra ugorják a legnagyobbat. Azt elég éreztem, hogy az aranyérem meg lesz, és mondanám azt, hogy nem azért mentem, de az volt a célom, hogy én ott győzni tudjak. És nagyon reméltem, hogy a világcsúcs is össze fog jönni, mert már jó, előtte jó pár versenyen ugrottam centire pontosan ugyanannyit, mint a világcsúcsom, úgyhogy nagyon vártam, mert hogy kijöjjön abban a
versenyszezonban jól is ment a távol, úgyhogy éreztem, hogy közel vagyok. Arra nem gondoltam, hogy első ugrásra sikerül, az nekem is meglepetés volt. Talán ez nem biztos, hogy olyan szép, hogy bevallom, de az a helyzet, hogy egy kicsit ott átvertük a biztonsági öröket, mert nem akartunk a VIP szektorban ülni, mert az a túloldalán volt a távolugró gödörhöz képest, a stadion túloldalán volt. Ezért átmentünk a verseny oldalára, tehát arra az oldalára a stadionnak, ahol a verseny zajlott, és beültünk egy olyan sportolói szektorba, ahova egyébként nekem a nem lett volna szabad bemennem, de valahogy beügyeskedtük magunkat, mert nagyon ott akartunk lenni, test közelben akartunk lenni. Integetni tudtunk, meg kiabálni tudtunk, mert lementünk oda egészen a nézőtérnek az aljára, ahol ő egy pár méterre volt a pályától. Amúgy ez az érdekes, hogy azt éreztem, hogy az ugrás az nem lesz jó, és hogy belépek, ugyanis nem kérdeztek meg, és elkezdtek tapsolni, ami nagyon rendes volt tőlük, viszont engem megzavart, mert ugye nem számítottam rá, mindig általában az ugró vagy az edzője kezdi el a tapsot. És akkor, amikor leérkeztem, én azt gondoltam, hogy ez egy tök rossz ugrás lett, és aztán kírták, hogy ott 60, nem mondom, akkor ez mégsem olyan rossz. Amint vége lett az edzésnek, tudtam, hogy Luca ugrott, hú, egyből futottam oda a telefonhoz, mi lett az eredmény, úgyhogy... És akkor a többiek és a csapattársak is mondták már, hogy hát hú, gratulálnak meg, hogy nem semmi, amit a Luca itt művelt, úgyhogy ott nagyon büszke voltam rá abban a pillanatban is, meg azóta is. Igazából ez a tényleg az a dolog, amit így több mint fél évvel a paralimpia után is borzasztóan nehéz szavakba foglalni, mert igazából azt a határtalan boldogságot, azt nagyon nehezen lehet leírni. Tényleg olyan, mint amikor egy léggömb így belül valahogy elkezd növekedni, és nem áll meg. De hogy tényleg nem áll meg, és minden jó volt, azt éreztem, hogy önmagamat teljesítettem be, amikor a nyakamba került az érem, és hogy amit kértem magamtól, hogy élvezzem az egész versenyt az elejétől a végéig, az sikerült, és hogy ki tudtam hozni magamból a maximumot. Tokió Magyar Nagykövetségen rendeztek nekünk egy ünnepséget, úgyhogy úgy, ahogy voltunk ázottan, csapzottan verseny után mindenkivel, ilyen akreditált taxikba ültünk, köszöntés volt még este, magyaros ételekkel, zenével, úgyhogy minden olyan magyar, aki magyar versenyző és segítő szervező még kint volt, ők összegyűltek, és tényleg egy tök jó hangulatú kis este volt, és hát ott még ért egy nagy meglepetés, mert Szabó Laci elnök úr akkor mondta azt, hogy szeretné, hogyha én vinném a másnapi záró ünnepségen az ászlót. Valamelyik tévészereplés után vittek haza a Dunapartról taxival, és a taxisofőr már leparkolt a ház előtt, ahol lakunk. Rám nézett, hogy ne haragudjon, kis hölgy, de maga az Eckler Luca? Nézek rá. Hát mondom, körülbelül ez az első alkalom, hogy Pesten felismer valaki. Mondta, hogy ő minden éjjel, amikor taxizott, akkor nézte a paralimpiát, és hogy ő hihetetlenül szurkolt a magyar csapatnak, hogy mennyire jó ezt látni, hogy ekkora energia, erő és kitartás van a paralimpikonokban, mert hogy neki ez tényleg azokon az éjszakákon sokszor az volt a motiváció, hogy felkeljen, mert tudja, hogy mondjuk az Eckler Luca, vagy az Illés Fanni, vagy a Papp Bianca versenyezni fog. És akkor mondtam, hogy ez a másik, amiért megéri csinálni. Nem azért, mert felismernek, hanem hogy tényleg egy átlagember számára is tudunk a hétköznapokban egy motivációt, egy plusz löketet adni. Eckler Luca tehát a női távolugrás döntőjében a T38-as kategóriában. A TFS-e versenyzője 2017 óta Luca Szalma László tanítványa, korábbi kiváló atlétánk, olimpiai negyedik helyezett vette a szárnyai alá, és nagyon szép eredményeket tudtak fölmutatni az elmúlt időszakban. Luca ugye három versenyszámon indul itt a paralimpián, százon már szerzett egy negyedik helyezést, ez az egyik fő száma. És rögtön láthatjuk, hogy az első ugrásával már gyakorlatilag el is döntheti a versenyt.
tudni kell rólunk, hogy mi, amikor otthon vagyunk, szeretünk viccelődni a Bendével egymással. És amikor mondunk valami jó viccet, és a Luca elkezd nevetni, hát azt tudni kell a Lucáról, hogy nagyon vicces, amikor nevet, de egyben egy kicsit idegesítő is. Én nem szoktam ilyet csinálni.